Szia Gyuri, hogy vagy? Fejezd be ezt a baromságot, ne fárassza. Újabb Oscar filmmel jöttünk el közétek, ez pedig nem más, mint a Roma. Ez ugye kicsit félrevezető, hiszen Mexikóváros egyik negyedében játszódik. Ez a film, ami Alfonso Cuarónnak az új, méltán mondhatjuk, hogy mesterműve. Nagyon nagy dolog született újra a spanyol ajkú rendező kezei alatt. Ugye mostanában azért belement a hollywoodi szuper projektekbe, ez most nem egy ilyen dolog, nem véletlen, hogy nem sok mindenki akar pénzt adni egy 65 mm-es fekete-fehér filmre forgatott Mexikó egyik véres időszakába játszódó filmre, ezért ezt a Netflix nyomta, és nyomta ki ezt a filmet, de most szakított az önön hagyományával, és bejuttatta egy-két moziba. Viszont sajnos nem Magyarországon, Magyarországot nem méltatta erre a Netflix. Viszont ez eddig a teljes Netflix történetének legjobb filmje nálam. Én szerintem ebben nem vagy egyedül, most nem csak magamra értem ezt, hanem nagyon sok ember vélekedik így, azt hiszem és úgy is hallottam. De méltán a Netflix azért olyan műveknek ad otthon sokszor, ami ilyen, nem, ilyen biztonsági játék, nem, tehát hogy ilyen kísérleti. Igen, kísérleti filmeknek. Na most ez nem így volt, most egy igazi nagy szerzői film született, egy a maga furcsa módján elképesztően látványos film. Igen, valóban. Tehát, hogy rámondhatnád azt, hogy eseménytelen, és igen. Majd azt is mondhatnád, hogy tök unalmas, ilyen dokumentumfilmszerű, de mégis annyira berált, nem? Annyira át lehet élni, igen, azt, ami történik, és egyszerűen szívfacsaró ez a film. Igen. Amit a Gyuri mond, azt különben az is megerősíti, hogy nagyon sok ember panaszkodott, vagy ez nem igaz, de minden esetre többen panaszkodtak amiatt, hogy ennek a filmnek lassú a tempója, és hogy igazából nem történik benne olyan túl sok minden. Zenszerű. Igen. Nem? Igen, de mégis, ahogy tényleg csak akkor megismételek téged, hogy hát közben meg rengeteg minden történik. Tehát egy korszak ábrázolás van azért itt is, mégpedig nagyon szépen és nagyon alaposan, és hagyva van idő, csúnyán mondva arra, hogy minél több minden legyen megmutatva. Ténylegesen egy ország történetének a szeletéről. Igen, lényegében 1960 körül játszódik, ugye? 70-es évek környéke, igen. Tökéletesen belepillantasz ebbe a korba. Igen. És nem tudsz belekötni, nem? Igen, nem, teljesen. És nem csak föl van használva valamire. Nem. Tehát nem csak, igen, egy díszlet, szerintem nagyszerű a film. Nagyon érdekes az, ami a különféle társadalmi rendek között van. Hát igen. És le a kalappal a főszereplő lány előtt, mert soha semmilyen filmben nem szerepelt. És nálam abszolút Oscar esélyes ez a csaj. Igen. És jelölve is van, de ja, én nem csodálkoznék, ha tényleg megkapnák. Komolyan mondom, mert ahhoz képest, ez olyan, mint hogyha tényleg fogsz egy az utcáról egy tök random embert, és ezt megcsinálja. És annyira érzelmes, annyira, igen, szép, amit csinál. Különben örülhetünk ennek a tendenciának, mert ha emlékszel, néhány évvel ezelőtt volt ugye a Philips kapitány, mi volt a neve? Tudod, amikor eltérítik Afrika szarvánál a hajót, Tom Hanksnek a filmjébe, ugye ott a kalóz csávó, a színesbőrű csávó, tényleg, az milyen jó, és azonnal ment el ő is az Oscar utána. Fantasztikus, ugyanakkor volt, ez hátborzongató volt. Ő meg a társa, meg ketten voltak egyébként. Volt egy ilyen agresszív tag. Mennyi ilyen ember futkoshat, aki egyébként azonnal instant kenterbe ver egy halom másik hollywoodi színész, nem? Na mindegy, igaza van a Gyurinak, ez a hölgy, ez nagyon jó, hogy ide került. De most nagyon sok minden történik vele, mondom, hát rettenetesen szívfacsaró és szomorú, amik, igen, történnek ezzel a lánnyal. Igen, feltétlenül. Erre csatlakozva mondjuk már el azt is, hogy nagyon kevés olyan filmet látunk manapság, vagy inkább úgy mondom, hogy egyre kevesebbet, amiben van katartikus pillanat, katarzis, megtisztulás élmény, és a film, ami több ilyet is föl tud mutatni, azt gondolom, hogy az feltétlenül azonnal is minden kétséget kizárólag be kell, hogy kerüljön a Pim Diamond csatornájába. Különben jelölve lett a családból, akinél a főszereplő lány ugye hát egy ilyen bejárónő, vagy nem is tudom minek, egy bentlakásos takarítónőszerűség, hát, takarítónő, meg dada, meg egy csomó minden. És ugye ott az a család, akinél lakik, ott az anyja, ő is jelölve lett, és nekem ő is nagyon tetszett. Igen, igen. Annyira jók a reakciói, nem? A hirtelen dübegurú, tök jó. Nagyon, nagyon jó. Hát egyébként azt észrevettem már a latin színészeken, ugyanúgy, hogy a távol-keletieken, a japánok, hogy eszméletlenül őszinték, ilyen nagyon frissek, nyersek a reakció. De az ázsiai országokban ugye más hanghordozás, igen, dolgokat fejez ki. Igen, igen. Tehát igen, azért csinálják, hogy HAJONUNAGANA! HAJONUNAGANA! Tényleg. Vagy mint a Lostban volt az a koreai színésznő. Ja, tényleg, igen. Ja. Szóval a helyzet az,
hogy nagyon-nagyon szép ez a film minden szinten. Egyébként most nem a Lubeckivel dolgozott együtt a Cuarón, tehát a fő operatőrével, hanem ő maga vette föl a filmet, de ez egyáltalán nem vette le az élményből, sőt, igazából hozta ugyanazt a színvonalat, ami nagyon-nagyon erős volt eddig, hát láthatjuk a Gravity-ben is például, de nem csak ott. Most az mindegy, hogy a Gravity-t nem szeretett, hát azért az operatőri munkájába gondolom nem tudná belekötni a Gravity-nek, ne is menjünk abba bele. És azért azt is jegyezzük meg, hogy nem csak külcsínybe szép ez a film természetesen, hanem bemutat egy embert, aki mindig másokat helyez maga elé, folyamatosan önzetlen, és igazából a család, ahol dolgozik ez a, nem is summáztuk a történetet, de hát azért talán mégis ez a lány egy közép-felső osztálybeli, vagy felső középosztálybeli mexikói családnál szolgáló lány, és mindent csinál, mindent megtesz mindenkiért. És jó, jó az a kifejezés, hogy szolgáló lány egyébként, mert kicsit olyan a film. Hát igen, igen. Egy nagyon jó példát is állít szerintem ez a film. És közben meg olyan jeleneteket hoz elénk, amik megragadnak azért az emlékezetbe. Azt gondolom, hogy örökre, nem? Valóban. Gondolok itt a parti jelenete például, amiről biztos sokat fognak beszélni. Összességében éve én azt mondom, hogy én megnéztem az összes Oscar-jelölt filmet, és az utolsó, amit láttunk, az ugye a Vice, és amíg nem jött ki a Vice, én azt mondtam volna, hogy a Roma nálam. Mondjuk ezt úgy mondom, hogy alapvetően szerintem az év legjobb filmje messze, messze a Suspiria, de azt ugye nem jelölték teljesen döbbenetes módon. Tök abszurd, és fel vagyok háborodva. Szóval az megverte volna, és nálam veri egyébként ezt a Vice. De érzelmileg ez, tehát hogy a szívem az azt mondaná, hogy ennek a filmnek kéne kapni. Feltétlenül. Én hozzáteszem azt, teljesen, hogy is mondjam, csak lelki kezeimmel megsimogatva Gyurit, hogy a Suspiria az egy zsánerfilm. De nem érdekel ez a baromság. Jó, minden. Ha van műalkotás, igen. Ami fantasztikus, jó. Mint egy film, érted? Mint a hetedik művészet alkotása, jó. Akkor ez a Suspiria, ez ami mindent nagyon... ver. Ez így szép, szép. És azután a Vice, van. Mert a Vice hajaz arra. Igen, igen. Egy a Vice csinál olyan dolgokat, amiket az. Valóban az történt most, hogy itt néhány hét leforgása alatt láttunk két minden szinten mesteri dolgot. Tehát, hogy a megvalósításába, kivitelezésébe, színészi alakításba, jó is, hogy ez egy spanyol nyelvű film, a másik pedig angol nyelvű film. Ilyenekre érdemes várni, és még egyszer mondom, igazi szomorúság, hogy fogynak ezek a művek, és hogy nagyjából a kutya nem nézi meg őket. Talán most az Oscar-gála kapcsán ismétlen magam megfogják. Én nagyon szorítok azért, hogy nem is azért, hogy ez a film nyerjen. Tudom, mit fogsz mondani. Hanem azért, hogy a főszereplő színésznő nyerjen. Ja, én azt hittem, hogy azt mondom, hogy a kedvenc ne nyerjen semmit, de az egy másik. Nem is mondok semmit. A kedvencet 10 Oscarra jelölték. Mint ahogy a Rómát is egyébként. Úgyhogy... Na, szóval nagyon szeretném, ez a lány nyerne, komolyan. Az jó. Olyan gyönyörű lenne, szerintem látnánk már olyan gyönyörű pillanatot, ahogy ő fölmenne átvenni, és zokogna egy percig. Egy hát, hogy fogunk. A Halle Berry annó összeroskadt. Igen, igen, igen. Jó, mondjuk... szép volt. Én nagyon-nagyon félek most már az Oscar díj átvevő jelenetektől, mert tudod, hogy még be tudnak fulladni, de hiszem, hogy ez a lány az őszinte enne. Láttunk az elmúlt egy-két évben is, meg aztán korábban is olyan, hát igazi alakításokat az Oscar-t adom. Most az a legjobb, hogy Gyuri egy ilyen snittel bevágna, egy ilyen fogja, gyors izét, nem fogja ezt. Most csak úgy elmondtuk. Emlékezünk vissza, hogy a Francis McDormandnek a múlt évi alakításával. Borzasztó. Everybody stand up! Borzasztó. Ez volt a Francis McDormand. Ez egyszerűen hihetetlen. És felállt egyébként négy nő. Igen, és azok annyira igen. Egyedül voltak, és így nézelődtek, igen, hogy igen, most igen. Köztük ugye a Meryl Streep, hogy most aztán minden nő álljon föl. A Meryl Streep az anya királynő. Igen, igen, nagyon megmondja. Hát ennél a filmnél meg, és milyen jó, hogy ez a film, most nem, tehát ennél nem az az érzésed, hogy hajrá nők, vagy hajrá férfiak, hajrá bármi, nem. Hanem az, hogy van egy hétköznapi hős, egy véres történelmi időszakban, és hogy lehet ilyennek lenni. És mennyivel jobban működik ez, és mennyivel jobban átéled akkor, hogyha nem próbálnak beletuszkolni dolgokat, ami a mai politikai véleménye XY igen, csoportoknak, igen, igen. Attól ez totálisan mentes. És ettől jó. És mi kell ez az, hogy egy-egy ilyen filmnek, mint a Romának is, hiperrealistának kell lenni, és egyébként ez sok szinten az. Ezért is adok rá nem kevesebbet, mint 90-t. Ezt is csak azért, mert a százat csak egy-két filmnek tartom fönt. John Wick. John Wick? Ami nálam a Pacific Rim. Nem, ne bagatelizáljuk el. Te mit mondasz? Hányos pontozás? Nem könnyű egyébként, persze, mert az ember... Az igazság, hogy tudom, hogy fura. Tehát
Nem tudom, mert annyira százat akarok adni, de ha a Vice-ra 90-et adtam, akkor erre nem fog százat adni, úgyhogy legyen ez is 90. Jó van, legyél kemény. Bravo, Gyuri. Köszönöm. Ti pedig feltétlenül gyertek vissza ide, mert nem sokára az is kiderül, hogy akkor most itt a találgatásainknak megfelelően vagy azzal szemben kinyerte az Oscart. És hogy mi történt egyáltalán az Oscar átadón, amit azért persze kellő óvatossággal kezelünk minden évben, na de hát mégis hozzájutunk nagyszerű alkotásokhoz, mint ami ez is volt. Várunk vissza titeket ide, sziasztok! Sziasztok!